Az előző tárlattól eltérő témájú, ám még mindig a retro bűvületében megrendezett kiállítás nyitotta meg kapuit a helytörténeti gyűjtemény épületében május 31-én. Sebestyén Szabolcs ezúttal az 1960-as, 70-es, 80-as évek meghatározó játékait, könyveit gyűjtötte össze, az ismerős tárgyak sokak arcára csaltak mosolyt. Eddig féltem az emlékektől, mert nem akartam tudni róluk. Ahogy a múltról sem, mindig a pillanatnak éltem, úgy, hogy a jövő és a múlt nem létezik. De rájöttem, azok vagyunk, amiket az emlékeinkből fel tudunk idézni, és az, hogy minek tartjuk magunkat, ezt nagyban befolyásolja, mi történhet majd velünk a jövőben. A helytörténeti gyűjteményben ismét a 60, 70-es, 80-as évek hangulata köszön vissza. Itt elsősorban játékok, könyvek, hanglemezek, úgy látom, hogy inkább a gyermekek világát céloztad ma meg. Gyermek és ifjúság, ennyi. Móka és kacagásos játék. Igazából tényleg van minden. Diavetítést kihagytad, én azt említeném meg, bár nincs elég sötét hozzá, de reméljük, hogy lesz, és majd egyszer besötétíthetünk. Így van, és most megint több lakos dobta össze a kiállítási anyagot, úgyhogy nekik nagyon-nagyon szépen köszönjük ismételten. Nem is tudom, én igazából itt annyi minden van most, meg is látszik, mert hogy reggel 7 óta ezen dolgoztunk, és este 6-kor éppen hogy befejeztük. Lett itt egy nagy felfedezetted, a Bence. Őre hogy akadtál rá? Igazából az anyukája lett a Facebookon szerintem a felkérést arra, amikor kiraktam, hogy hát lehetne hozni dolgokat, meg stb. És akkor írt, hogy megküldött 46 fényképet, hogy akkor nekik van, és hogy szívesen a kiállítás erejéig kölcsönadnák. Úgyhogy az első körben, ugye mivel a hanglemezeken volt a hangsúly, akkor még nem annyira, mert hogy az nekem is volt elég, de mondtam, hogy a gyermekjátékoknál ott nagyon is számítok rá, úgyhogy talán 2 napja odagurultunk, és elhoztuk a Bencének nagyon-nagyon sok kincsét, amit ezúttal is köszönünk. Mennyire rugalmas a kiállítás, tehát itt lezárul ez a kör, vagy pedig még vársz olyanokat, akik most esetleg mondjuk ezen felbuzdulva azt mondják, hogy ja, hát nekem is van ilyen, jaj, a padláson nekem is van hasonló, vagy ebből a korból származó. Ez a kör augusztus 31-ig fog nagyjából tartani, úgyhogy addig nagyon szívesen várom ezeket, illetve hát folyamatosan tud megújulni így úgy, mert hogy szerencsére van anyag, tehát hogy de várom, tehát nagyon örülnék neki. Következő témakör már sejlik a gondolatodban? Hát a következő témakör az még mindig a Bábolnához egy kicsit jobban köthető dolgok lesznek. Remélem, hogy összejön annyi anyag. Ott itt azért van bizonyos félelmem, de meglátjuk. Illetve hát az mindenképp biztos, hogy Kukorica Fesztiválon a járművek lesznek a középpontban, egy nap legalábbis. És ez, hát most nem akarok hülyeséget mondani, hogy melyik nap lesz, de akkor valószínűleg az önkormányzat mögötti parkolóban a tűzoltók már biztos jönnek mind a két autóval, úgyhogy, illetve még telefonálnom kell jobbra-balra, de biztos, hogy lesz már oda is anyag. Látom, hogy nagyon sok játékot, meg nagyon sok olyan dolgot hoztál el ide, ami a régmúltból származik, tulajdonképpen a mi gyerekkorunkból. Te mióta gyűjtöd ezeket? Anyukád azt mondta, hogy már fanatikusan keresed a régi játékokat elsősorban. Hát azért keresem ezeket a régi játékokat, mert apukámtól megkérdeztem, hogy milyen volt régen a gyerekkora, és nekem ezek a játékok megtetszettek, és ezért gyűjtögettem ezeket, meg tetszik is, hogy ahogy játék. Honnét szerzett be őket? Némelyiket a piacról, némelyiket vesszük, valamelyiket meg karácsonyra kaptam. Ezt komolyan mondod, hogy te karácsonyra ilyeneket kérsz? Igen,
ilyet. Például most mit kaptál legutoljára? Azt kaptam, azt a törpeautót, azt a nagy kínai kis autót is ott kaptam. A több, ezt többet nem tudok, de meg rengeteg retro matchboxot kaptam. Gondoltál arra, hogy esetleg megkeresel idősebbeket, hogy hát ha a poros padláson találnak ilyen játékokat? Igen, például a unokaöcsémnek az apukája, az most banán vett házat, felmentem a padlásra, és ott volt egy, szó szerint egy retro iskolaszék, csak három lábba volt, mert a negyedik már le volt vágva, de értékes volt. Hát volt fenn a padláson 1973-as bujékos könyv, kicsit ütött, kopott, szakadt, és a padláson még volt antennák a házakról, meg ablakok, meg ilyen régiségek, szőnyegek, meg ilyenek voltak fenn. Ezek szerint nem csak a játékok érdekelnek? A játékok is nagyon érdekelnek, de legfőképpen a motorok, meg a biciklik érdekelnek. Mármint a rendes, igazi nagy motorok? Hát, ilyen, nem ilyen nagy sportmotor, az nekem az nagyon nem jön be. Nekem van, négy babettám, van apukámnak, van egy Trabantja kombi, Trabant, van egy Simpson Star, egy Simpson Schwalbe, egy Puk, egy MZ is van még, meg egy Simpson Electronic, ez az S51-ös. Hát akkor te igazi gyűjtő leszel, mire felnősz, neked egész komoly gyűjteményed lesz, ez is a célod? Igen. Ahogy ezeket gyűjtögettem, nekem ezek nagyon megtetszettek a játékok, és fent a szobában el is kezdtem velük játszani. Tehát ezek nem csak díszek, hanem a legtöbbjével tudsz játszani is? Igen, mindegyikkel játszok. Meg még van egy távirányítós autóm, ami még az a vonalas a vége, és van rajta egy távirányító, és utána kell menni, a Mangusztán van. Mangusztó kis autó. És az osztálytársaid mit szólnak a gyűjtő szenvedélyedhez? Egyiknek. Azt mondja, hogy neked... hát egyik barátom, az is szereti retro dolgokat, neki is nagyon tetszik, meg mindig azt mondja, hogy hú, de jó a Trabant kocsi, meg ilyenek. Egyik barátomat meg nem érdekli, pedig ő is jó barátom. De azért szoktál olyan játékokkal is játszani, mint a kortársai, tehát ezekkel a számítógépekkel, kütyükkel. Nem, nem játszok velük, nem. Nem, csak ilyen, ezekkel. Igen. Ez melyik a kedvenced ezek közül? Azt mutattad, hogy melyikek a legújabbak, legújabb szerzemények. Van-e kedvenc? Van kedvencem, például a bicikli közül van egy Tacskó kempingem, a fiús. Igen. Tacskó kemping, ez mit jelent? Ez a neve? Csepe, az olyan, mint egy camping, csak fiús változatban. Ilyen a váz, és van rajta egy vonal, Tacskó kemping. Tényleg, ezt még én sem hallottam. Az a kedvenc, nyilván az most a biciklimből az a kedvenc, igen, azzal akartam volna jönni, de anya nem engedte meg. Hát motorok közül a kedvencem az a tipikus 207-es Bovetta, az a eredeti kék színű. És játékok közül szeretem gyűjteni az üvegeket, tele vagyok, van egy Pepsi kólám, meg egy sima Pepsim, 2-1 literes kólám, meg tele vagyok sztáros üvegekkel, meg az a régi csavart üveges Pepsi, kicsibe. Kedvenc játékok közül... Ami mondjuk itt van. Hát mondjuk azt a könyvekből azt szeretem, a Warburgosat. Meg azt a világautóit, van benne mindenféle. És a legfőképpen a nagy játékokból azt a távirányítós Mangusztát nagyon szeretem. Működik is, csak én rakni kell bele elemet, meg a kormány nem jó benne, ez nem akar fordulni jobbra, csak balra.